A megújuló energiaforrások közül legkönnyebben a vízenergiát lehet hasznosítani. A Hargita megyében található Zetel a kivíztározó hidroenergetikai potenciája fedezhetné Székelyudvarhely háztartásainak energia szükségletét. A tározó építése 1979-ben kezdődött, 1983-ban az erőmű kivitelezési tervei is készen voltak. A tározó a 90-es évek elején készült el, akkor azonban már összeomlott Románia nagyipara. Akkoriban nyílt meg a csernavódai atomerőmű is, így Románia energiaháztartása könnyen tudta nélkülözni az etelakáról származó energiát. Addigra a turbinákhoz vezető nyomóvezeték már elkészült, ennek az ára az összberuházás felét tette ki. Jelenleg egy bukaresti cég próbálkozik az erőmű felújításával. A terv sürgősségét jelzi, hogy a beruházó marosvásárhelyi búvárokkal keresteti a lefolyó nyílásokat. Ebben az sem akadályozza meg a vállalatot, hogy a munkálatok elkezdésekor még jég borította a víztározót. Ezt mindannyian tudjuk, hogy manapság az egész világ egyik legnagyobb problémája a környezetszennyezés. És a legnagyobb környezetszennyező forrás az az energiatermelés. A vízenergia egyik olyan kevés energiatermelés, tehát energiahordozó közé tartozik, amelyik újra termelődik és nem jár szennyeződéssel. Ezért fontos minden ilyen úgynevezett zöld energiának a hasznosítása. Az Európai Unió szabályozza a tagországok energiaháztartását is. Az előírások szerint 2020-ra Románia összenergiájának 20%-a megújuló energiákból kell származzon. Földrajzi adottságai miatt az ország az előirányzottat biztosította, ezért a fejlesztésekkel nem nagyon sietnek. A megújuló energiaforrások használata ennek ellenére elterjedőben van. A magyarázat egyszerű. Hargita megyében a villanyáram rengeteg településre nincsen bevezetve, itt az egyetlen megoldás a víz, a szél vagy a napenergia hasznosítása. Az Etel-Oki víztározótól nem messze, Sikaszóban például már a rendszerváltás előtt működött a generátor, amely ma is ellátja az eldugott települést árammal. A Sikaszóban található körülbelül 30 háztartásnak így lehet árama. Még annyi az egész benne, hogy nyáron jó víz van, nagyon jó a, vagyis most tavasszal nagyon jó a víz, nagyon jó a villany, megvan az a kellő mennyiség, de nyáron éppen csak, hogy pislankol, az égőben látszik az a szál, tudja. Máshol is ez elsősorban az oka, hogy a modern és takarékos energiaforrások elterjednek. A Csíkszereda melletti Kalibáskön leginkább nyaralók találhatóak. Itt nincs kiépítve a hálózat, viszont a nyaralókban szükség van áramra. A közelben nem található más hasznosítható áramforrás, a hétvégi házak tulajdonosai ezért a napenergiát tárolják hétközben, így működtethetik berendezéseiket hétvégén. 11 égünk van, fogyasztó, plusz hűtőszekrény, villanymotor, ami a bojlert mozgatja, és háztartási villanymotorokat is lehet használni, tévétől elkezdve, zeneszerszámig. A megújuló energiaforrásokat hasznosító berendezések viszonylag újnak számítanak, viszont Európa nyugati részén már kiforrott technológiák léteznek. A legkevésbé környezetszennyező módszer azonban, mintha kiesett volna Románia energetikai háztartásából. Nagyon kifejlett technikák vannak már rá, azt jelenti, hogy bárhol, ahol a napsüt, ott alkalmazni lehet, ezért Romániában nagyon sok hely van ott, ahol nem lehet hálózatot csatlakozni, és ott nagyon célszerűen alkalmazható. Az Európai Unió előírásai lépcsőzetesen határozzák meg az energiamennyiséget, amely zöld energiából kell származzon. Egyelőre az előírásoknak játszó eleget tehet az ország kedvező földrajzi adottságai miatt. Az áramszolgáltatás azonban csak elvétve jut el az eldugott településekre, ezért az állami nem törődömség ellenére terjed a megújuló energiák felhasználása.